Vágjunk is bele. Egy igen komoly témát kaptam. Ennek a témának a neve a Hogyan tovább találkozó profin. Nem egy egyszerű játék ez, mert ahhoz, hogy hogyan tovább találkozóról beszéljünk, ahhoz ugye fontos, hogy találkozni kell valakivel újra. De van egy csomó átfedés a bemutató és a HTT, a Hogyan tovább találkozót nevezzük néha HTT-nek, között. A Torcsányi barátom nagyon sokat és nagyon-nagyon jól beszélt arról a CD-n, hogy ha csak lehet, ha csak egy mód van rá, érdemes lezárni a bemutató végén a beszélgetést. Lezárni a beszélgetést azon azt értem, hogy érdemes valamilyen eredményre jutni. Számomra mondjuk egy eredmény lehet az, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ezt és ezt a terméket kipróbálnám. Egy eredmény lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, engem érdekel ez az üzlet, tudunk-e erről valamikor még beszélni. Eredmény az, az igazi eredmény az, amikor elő tudjuk venni a tollat, a papírt, elővesszük a regisztrációs nyomtatványt, és ki tudjuk tölteni. Fogok is erről beszélni nyilván. De hogy egy picit értsétek, hogy miért is fontos ez a Hogyan tovább találkozó, ez az a találkozó, ami az esetek nagy többségében az embereknél elmarad. Ez az, amikor vetünk, a növényt nevezzük képletesen az üzletünket egy ilyen növénynek, a növényt öntözgetjük, az elkezd nőni, de nem aratunk. Ez az, amikor az eddig befektetett munka így kidobásra kerül. Aztán ne féljetek, valaki learatja majd, csak az nem te leszel ebben az esetben, hogyha nem te csinálod meg ezt a Hogyan tovább találkozót. Biztos volt már veled is olyan, hogy beszéltél valakivel, aki elmondta, hogy én már ismerem a Forever-t, meg nekem tetszik is ez, sőt, vásároltam is már egy pár terméket, és amikor megkérdezett tőle, hogy is van-e kártyád, akkor azt mondja, nem nincs, mert az az ember, akitől eddig vettem, az eltűnt. Vagy van, akinél, én találkoztam már olyan, hogy van, akinél CD van, termékkatalógus van, és amikor kérdezem tőle, hogy van-e kártyád, azt mondja, hogy hát nem jöttek vissza ezért az anyagért. És az annyira jó, mert akkor elég aratni. Nem kell vetni, nem kell csinálni többet, elég aratni. Én szívem szerint feladnék egy óriási hirdetést, hogy mindenki hívja fel ezt a telefonszámot, akinek van mondjuk otthon FLP CD-je, katalógusa, bármilyenje, akivel már beszéltek, és aki csak igent akar mondani. És ne nevessetek, mert rengeteg ilyen ember van. Rengeteg ilyen ember van, aki alig várja, igent mondjon, csak nem tudja, hogy kinek, és nem tudja, hogy mikor. Na most a Hogyan tovább találkozó, az a te vagy a kinek, és a mikorban kell megegyezni, a mikorban meg a holban. A Hogyan tovább találkozón szeretnénk emberekre hatást gyakorolni, azt a hatást gyakorolni rá, hogy ő mondja ki azt, hogy igen, ez az üzletet érdekli. De hatást gyakorolni egy másik emberre, az nem egyszerű dolog. És nem hinnétek el, hogy mennyire fura, összetevőkből áll, hogy hogyan tudsz te valakire hatást gyakorolni. Amerikában készítették egy statisztikát, és ott kiderült, hogy az emberekre gyakorolt hatás 55%-ban a megjelenéstől, 35%-ban a beszédmodorodtól, és csak 7%-ban, van ott még egy pár százalék egyéb, de 7%-ban függ a mondani valód tartalmától. Barátaim, hogyha ezt megpróbáljuk megtölteni észszel is tartalommal, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy óriási hibákat követünk el. Csiszoljuk, élesítjük magunkat abban, hogy mit is kellene mondani. Nagyon okosakat mondunk, mert esetleg jól megtanultuk, és közben 55% a kinézettől, 35% a beszédmodorodtól függ. Tehát ez a kettő, ez fedheti egymást. Megmondom, mire gondolok. Te megjelensz valahol, és nem mindegy, hogy hogyan köszönsz, nem mindegy, hogy mit mondasz, mit kérdezel, de az 55%-ra figyelj, nem mindegy, hogy hogyan nézel ki. Kicsit visszakanyarodva, a bemutató végén már el tudod kezdeni a Hogyan tovább találkozót. Főleg az 1:1-nél. 1:1-nél annyira egyszerű, hogy a partnerrel való beszélgetés közben nyilván az ő problémáira keresel megoldást, és az ő problémáiról tudsz majd kérdezgetni. Ugye? Én remélem, én csak bízom benne, hogy ezt mindannyian csináljátok,
hogy mindannyian elmondjátok azt a kulcsmondatot mondjuk egy családi bemutató után, amit én is a Tóth Sanyitól tanultam, hogy azért hívta önöket meg a házigazdájuk, hogy megkérje önöket arra, hogy csatlakozzanak ehhez a fogyasztói hálózathoz. Ez már az első lépés. Hát ezek után, hogyha valaki azt mondja, hogy én jussem, az olyan furcsa, nem? És nem is nagyon csinálnak ilyet az emberek. Tehát azért hívta önöket meg ide a vendéglátójuk, hogy felkérje önöket, hogy csatlakozzanak ehhez a fogyasztói hálózathoz. Na most nagy nehézségeink lennének, ugye, hogyha a Forevernek nem lennének kiválóak a termékei. Mondjuk az FLP, hogy maradjunk azért valamelyest a közelében, mondjuk aranysast árulna. Ez lenne a Forevernek a terméke. Hát ehhez elég komoly munkát kéne végezzünk, hogy embereknek felkeltsük az igényét az aranysasra. Ugye? Ezt hívnák direkt marketingnek, egy csomó tréninget el kellene végezzünk ahhoz, hogy hogyan lehet aranysast árulni. Milyen kérdéseket kell feltenni ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy egy aranysas nélkül nem élet az élet. És ezt azért mondom, mert a kifogások nagy része abból adódik, minden más eladási tréningen el szokták mondani, hogy a kifogások egy része abból adódik, hogy valakinek nincs szüksége a termékre. Most őszintén, ki az, akinek nincs szüksége a Forever által kínált termékekre? Én nem tudok olyan embert. Hát mindenkinek ott van a fürdőszobájában, ott van a konyhájában, ott van, mindenütt ott van a Foreverhez hasonló termék, vagy éppen a Forever terméke, és lehet, hogy nincs kártyája. De az, hogy mondjuk ki az, aki most fogad, tudom, hogy ezek így ilyen fura kérdések, de gondolkozz el rajta. Ki az, aki nem most fogad, ki az, aki nem dezodorál, ki az, aki nem használ hajsampont, ki az, aki. Ez már majdnem ki az, aki. Abban az esetben, hogyha ezeket végig gondolod, akkor rájössz, hogy nekünk az egyik legnagyobb kifogás, hogy nincs szüksége a termékre, ez nem tud megjelenni. És ez annyira jó. Gondold végig, valaki pénzügyi területen dolgozik, biztosítónál dolgozik, valamilyen egyéb más, újra mondom, direkt marketinggel foglalkozó cégnél dolgozik, ahol el kell adni azt a turbo megahajtású porciót, ami nem baj, hogy 1,5 millió forint, de legalább nagyon szívja a port, stb. Mennyire nehéz ott felkelteni az igényedet arra, hogy neked legyen egy ilyen. Nálunk, én azt szoktam mondani, hogy nálunk nem kell igényt felkelteni. Tehát annyira könnyű dolgunk van. Az embereknek a termékeinkre megvan az igénye, az alapigénye. Ezért könnyű a meghívás, ezért könnyű a bemutató, és ezért könnyű egyébként a hogyan tovább találkozót végigcsinálni. De mi is kell a hogyan tovább találkozóhoz? Hát klasszikusan, hogyha egy bemutatóról beszéltünk, és hogyha nem sikerül neked ott helyben zárni, amiről majd azért fogok bővebben beszélni, hogy meg kell próbálni helyben zárni, akkor adsz egy infóanyagot. Erről beszélt szintén a Tóth Sanyi a CD-jén. Adsz egy infóanyagot, ami infóanyag olyan dolgokból áll, ami elképzelhető, hogy az érdeklődését még tovább tudja kelteni, tovább tudja csigázni. Esetleg választad néhány eleve felmerülő kérdésére, de őszintén csak így egymás közt az infóanyagnak az egyik legnagyobb célja az, hogy amikor átadtam, akkor ennek tükrében tudjak vele időpontot egyeztetni, hogy visszakapjam. Tehát infóanyagnak nem alkalmas a fénymásolt papír. Mert elég nehéz azt mondani, te odaadom neked ezt a lapot, ezért majd szeretnék visszamenni. Ez így nem nagyon alkalmas. Nem nagyon alkalmas rá mondjuk egy olyan CD, amire filctollal rá van írva valami. Hogy álmok, célok, Varga Robi, és mindez filctolla, szép ezüst színű CD. Ez megint nem nagyon vagyok képben az ilyesmivel, de szerintem kereskedelmi forgalomban legalább 122 forintot ér. Most ha ezért vissza akarsz menni, akkor ez olyan, mintha egy félgömb fagyért talpalnál. Tehát olyan dolgot kell adj, ami láthatóan értékes, és ami általad is elmondva neked is értéket képvisel, és az a másik félnek is értéket képviselhet. Én amikor az infoanyagot átadom, ha egy mód van rá, olyan módon csinálom, hogy már előre előkészítve, és javaslom neked is, készítsd elő, legyen egy foreveres dosszié, legyen egy képe ennek az egésznek,
Igen, legyen benne egy CD vagy egy DVD, amit a Forever raktárban meg tudsz vásárolni, legyen benne egy aktuális újság. Legjobb, hogyha valami olyat választasz, ahol a felső vonalad közvetlen szponzorod, tehát valaki, akinek a munkájára számíthatsz, valaki olyannak a fényképe, esetleg cikke benne van. Erre majd esetleg tudsz hivatkozni is, amikor átadod. Legyen benne egy termékkatalógus. Lehet benne egy-két termékminta esetleg, de minden esetre ez legyen egybecsomagolva, ne úgy, hogy hármat, négyet így, nézzünk, mit adhatnék még neked, és a nagy turkálóból előhúzod a nagy varázs valamit. Nem, ennek legyen egy bizonyos képe. Az infoanyag átadásának is van egy speciális módja, ami egyrészt fel kell építeni az infoanyagot. Tehát felépíted, elmondod, hogy miért lehet ez értékes a másik embernek. Hagy szúrjam közbe, sok ember nem érti, hogy mi az, hogy felépítés. És főleg, aki mondjuk újként hallgat valamilyen CD-t, és arról hall, hogy felépítés, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy mit kell itt építeni, homokvárat, téglát, mivel hogy. Nem, a felépítést nevezzük legegyszerűbben reklámnak. Csak reklámnak azért nem szeretjük nevezni, mert a mai ember azt tudja, hogy mi a reklám. A reklám az egy túlzó dolog, valamiről hazudnak egy akkorát, hogy az ember, ha sem hiszi, de mégis vágya legyen megvenni. Az igazi reklám nem ez lenne, igaz? Az igazi reklám az lenne, hogy érdeklődést felkeltünk valamire, kidomborítjuk az előnyeit, megmutatjuk az igazi előnyeit, és ezzel kíváncsiságot, esetleg vágyat keltünk a másik emberben arra, hogy ezt úgymond megvegye. Ugyanez érvényes az infoanyagra. Reklámozd. Ha a felső vonalad van benne, akkor mondd el, hogy van benne egy újságcikk, mindenképpen figyelmedbe ajánlom, az az ember, akit fogsz látni rajta, a Tóth Sándor, benne van például egy lap pont ott, hogy megtaláld, az az ember fogja tudni segíteni a te munkádat is. Érdemes elolvasni, hogy milyen ember ő, ki is ő, és ha később beszélünk, én megígérem, össze tudlak vele hozni. Vagy azt mondod egy CD-re, hogy ezen a CD-n Berkics Miklós beszél, egy olyan vállalkozó, aki nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, a network marketingben a világ egyik legkeresettebb szaktekintélye. Személyes jó barátom, ezért is tartom nagyon értékesnek ezt a CD-t, amit most szívesen kölcsönadok neked, mert az a kérdés, az a gondolat, amit most felvetettél az előbb, az választ fog kapni ezen a CD-n. De ő sokkal avatottabb arra, hogy ezt megválaszolja, mint én. Odaadom neked, de ez számomra egy kincs, úgyhogy ezt majd vissza fogom kérni. Éppen ezért ez megint nem egy ilyen másolt CD kell, hogy legyen. A felépítésben legyél jó. Nekem volt olyan üzlettársam, igazgatóhelyettes volt, eltűnt az üzletből, mert állandó kínja volt a szponzorának, a menedzserének a felépítése. És azt mondta, hogy figyelj ide, én nem vagyok képes arra, hogy ennek az embernek, aki nekem egyébként jó barátom, nem csak nekem is az, de hogy neki, tehát ő nekem ezt mondta, hogy nem vagyok képes arra, hogy egy jó barátomnak mindig csontik be. Én meg azt mondtam, hogy te akkor ezek szerint nem érted a felépítést. A felépítésre nem nekünk van szükségünk. Hát képzeld el, hogy milyen kellemetlen az, amikor mondjuk téged felépítenek. Amikor te tartani akarsz egy bemutatót, ott állsz az emberek előtt, mondta a Sanyi is, hogy emberekhez beszélni, sok ember inkább az öngyilkosságot választaná, mint emberekhez, nagy csoporthoz beszélni, és nem elég, hogy te most beszélni készülsz, de még előtte valaki elkezd téged fényezni. Most ez egy ilyen fura érzés, ott állsz, gyűrögeted a nadrágodat, ha nem tanultad meg, hogy hogyan kell ezt fogadni, meg ilyeneket csinálsz, nem is. Nem, ezt el kell fogadni, meg kell érteni, és ha jól csinálod, akkor nem lesznek ilyen nadrággyűrögetések, meg nem lesz ilyen, hanem akkor ezt megtanulod befogadni, de ahhoz, hogy be tud fogadni, ahhoz először is meg kell tanulnod adni. Meg kell tanulnod azt, hogy hogyan tudsz más embereket helyzetbe hozni, vagy munkaeszközöket helyzetbe hozni. Jelen esetben a HTT előtt mondom az infoanyagnál, pontosan ennek a munkaeszköznek a helyzetbe hozásáról beszélek. Ebben a munkaeszközben emberek vannak, CD-n, DVD-n, újságban, termékek vannak, tehát vagy a terméket, vagy azt az embert építsd fel azért, hogy érték legyen számára.
Van ennek egy, mivel pár fül között vagyunk, meg pár szem között vagyunk, ezért meg is mutatom nektek, úgyse adjátok ki másnak, hogy mi ennek a titka. Van ennek egy titka. Egy olyan titka, hogyha valakinél van egy CD, mondjuk van nálad egy CD, vagy van nálad egy infoanyag, és ahogy fogod a kezedben, és felépíted, és azt mondod neki, szíves anyikám, szeretném neked még odaadni ezt a prospektust, vagy ezt a dossziét, egyszerűen azért, mert a benne lévő úriember, a Berkics Miklós, egy olyan network marketing zseni, aki azt gondolom neked is mondhat új dolgokat. És nyújtod felé, és megvárod, amíg megfogja. Ha megfogta, csak utána engeded el, nyilván, de itt jön a lényegi része. Utána beszéled meg vele az időpontot. Amikor már nála van. Meg lehet ezt fordítani is, lehet ezt így is. Hogy Sanyikám, adok neked egy papírt, vagy bocsánat, adok neked egy adag info cuccot, direkt lebutítom ezt a gondolatmenetet. Ezt szeretném visszakapni, holnap vagy holnap után érsz rá, hogy találkozzunk, és még egy fél órát beszélgessünk. Szerinted ezek után elveszi? Én biztos nem venném. Én holnap vagy holnap után járna az agyam rajta, és azt mondanám magamban, hogy ha elveszem, le kell ezzel az ürgével újra ülni. Nem akarok. Úgyhogy megfordítjuk. Odaadom, elveszi, és utána kérdezem meg. Holnap vagy holnap után tudom ezt tőled visszakapni, Sanyikám? Holnap. Ez volt a válasz. A kérdés, köszönöm szépen, a kérdés mindig választó. A kettő közül válaszol. Javaslom, mint ahogy mondtam, hogy zárd le lehetőség szerint a bemutató végén ezt az egész történetet. Megbeszéltük, hogy a termékeinkre igény van. Nincs olyan, hogy valaki nem mos hajat, nem dezodorál, vagy ha van olyan, akkor az úgysem vele akarunk üzletet kötni. Ha a termékeinkre igény van, akkor ezt neked előre tudni kell. Én nem is értem, amikor emberek félnek a foreverrel foglalkozni. Egyszerűen nem értem, mert nem tudom elképzelni, hogy mi keltheti ezt a fajta óckodást, vagy félelmet, vagy tartást. Ugyanis nekünk potenciálisan mindenki az ügyfelünk. És ez megint csak fontos dolog. Abban az esetben, hogyha ezt te tudod, már azt, hogy a termékeinkre alapigény van, sokkal könnyebb lesz a dolgod. Ha mész egy HTT-re, akkor még egy pár dolgot tudnod kell. Úgy kell, hogy oda menj, hogy te 100%-ig biztos vagy abban, hogy amit kínálsz, az jó. Nem lehet benned kétség. Nem lehet benned kétség afelől, hogy a létező legjobb üzletet ajánlod. Nem lehet benned kétség, hogy a létező legjobb termékcsoportot ajánlod. Mert hogyha kétség van benned, akkor nem leszel sikeres. Nem lesz annak a munkádnak gyümölcse. Én annak idején egy rövid időn keresztül voltam biztosítási üzletkötő. Én nem bíztam abban a termékben, amit értékesítettem. Nekem nem volt olyan termékem, és ha a családban megkérdezett róla valaki, akkor én nem is ajánlottam volna neki. El tudtam adni azt a terméket, de végtelenül nehéz volt. Tehát rossz érzésekkel töltött el. Nem éreztem magam értékes embernek. Nem éreztem azt, hogy amit kínálok, az etikus és jó. Nem azt mondom, félre ne értse bárki, hogy a biztosításokról beszélek. Arról beszélek, amit nekem kellett értékesíteni. Nekem ez nem tetszett. Az, hogy a Foreverrel dolgozhatok, ez hihetetlenül jó. De ezt kell, hogy érezd te is, mert ebben az esetben tudsz sikeres lenni. Nyilván lesznek olyan kérdések, amiket majd fel kell tegyél, ahogyan tovább találkozon, ha megbeszélted ezt a találkozót. Az előbb lefixáltuk, üzletiesen mész oda, vagy legalábbis kellemesen, normálisan, nem a Sanyi által is mondott fehér póló klotgatja, hanem valami olyan öltözékben, ami téged is, meg a Forevert is egyformán reprezentál. A beszédmodorod az olyan legyen, hogy dicsérj, kérdezz, és ne vitatkozz. A dicsérre hagyd térjek egy kicsit ki. Van egy óriási nagy hálózatépítő, aki egyszer azt mondta, hogy amíg gyerekek voltunk, addig mindent elkövettünk volna egy kis dicsérő szóért. De ne felejtsétek el, hogy ez azóta sem változott. Dicsérj! Nekem van a fiam
sportpályafutása miatt is talán egy csomó sakkom otthon. Tele van az irodám, tehát van benne vagy 50-60 különböző sakkészlet. Szerte a világon mindenhonnan hozunk egy-egy sakkot. Nekem nagyon tetszik, és nyilvánvalóan nem érdekel az, hogy valaki esetleg azt mondja a sakról, hogy ez egy buta játék, vagy a reklámban láttam most valamelyik nap, az egyébként félelmetesen jó reklám volt, de mondjuk minősíteni a reklámhős, hogyha ez tényleg igaz lenne, amikor biztos láttátok, hogy vagy van, aki látta, hogy egy fiatalember kap egy sakkot, és nézegeti, és azt mondja, hogy kaptam egy gombfocit, de nem nagyon értem, mert kockás a pálya, kicsi is, nincs rajta se kapu, nem adtak hozzá se labdát, kicsit sokan is vannak, gondolom a cserék miatt. Nem nagyon érdekel, hogy kinek mi a véleménye a sakról, viszont abban az esetben, ha valaki belép hozzám, mindegy, hogy milyen ügyben jött, de azzal kezdi, hogy wow, micsoda készletek, ön szereti a sakkot? Mindegy, hogy miért jött. Lehet biztosító üzletkötő is. Abban az esetben nyert ügye van. Valamiről azt mutatni, hogy érdekel, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Mellé helyezkedtél a másik ember mellé. Ha téged az érdekel, ami őt érdekli, akkor ti már majdnem partnerek vagytok. Olvastam szintén a Nógrádi Bence egyik könyvében egy nagyon-nagyon jó gondolatot, mégpedig azt a hármas kötést, amit el kell érj. Ismer, kedvel, bízik bennem. Ismer, kedvel, bízik bennem. Addig, amíg nem jutunk el a harmadik pontig, addig nehéz bármiféle üzletről beszélni. Na most ismer, ez már megvan, ugye? Mert ha te tartottad a csoportos bemutatót, felépítettek téged, már láttak, ismernek. Ismer. A kedvel, ott van a kutya elásva. Mert ha megkedvelt, akkor már bízik benned, akkor már jön a harmadik. Most figyelj, én megkedvelem azt az embert, aki bejön és elkezdi nézegetni a saktáblámkat. Én megkedvelem azt az embert, aki megkérdezi, ezt hol vetted? És ha azt mondom neki, hogy Mexikóban, akkor wow, jártál Mexikóban? Ebben az esetben nyert ügye van. Na most fordítsuk meg a dolgot. Ha te bemész valahova, akkor figyelmes legyél. Nézd körül, és nézd meg, hogy mi az, amit őszintén meg tudsz dicsérni. Ez egy nagyon-nagyon fontos, mert egy kezdő üzletkötő az hajlamos belemenni abba a csapdába, hogy úgy dicsér, hogy csúnya szóval mondom, nyalizik. És ez hamar felismerhető, ennek szaga van. Aztán annak is, hogyha ez neked nem rutinból megy, hanem mondjuk csak így átszalasz rajta, mint a gyors vonal. De szép haja van, kedves. Na szóval beszéljünk erről az üzletről. Ez így nem, megint csak nem jó. Mutass őszinte érdeklődést a másik fél iránt. Dicsérd meg azt, ami megdicsérhető. Ne az legyen, hogy 5 percig csak dicsérgeted, de a körömcipője, na de a körme is. Nem. Nyilván ráadásul olyan dolgot dicsér meg rajta, ami egyébként, ja igen, tehát olyan dolgot dicsér meg rajta, amit ha például én férfi vagyok, férfiként, ha megdicsérsz rajta, nem félreérthető. Jó, ez azért szintén nagyon fontos. Nőként ugyanez a helyzet, hogy olyan dolgot dicsér meg például egy férfi üzlet felen, ami nem félreérthető. Abban az esetben, hogyha egy ilyen dicsérettel kezdtél, akkor könnyebb lesz a dolgod. Ez a hármas, hogy ismer, kedvel, bízik benned, ha az ismer megvan, ha megkedvel azáltal, például, hogy mellé helyezkedtél, hogy megdicsértél valamiét, akkor innentől kezdve már bízik benned, ez az a pont, amikortól kezdve te könnyebben fogsz tudni eredményt elérni. Ha nemet mondanak emberek, akkor általában olyasmi miatt mondanak nemet, hogy mondjuk nem voltál neki szimpatikus. Tehát akkor szoktuk ugyanazt mondani, hogy nem neked mondanak nemet, ne félj. De figyelj, annyira jó a termékünk, annyira jó az üzletünk, hogy vigyázz, mert neked mondanak nemet. Rosszul voltál öltözve, rossz volt a modorod. 7%-ban függ a mondani való tartalmától. 7%-ban. Most erről beszélünk, erről a 7%-ról, hogy ezt hogyan tudod jóvá tenni. Mennyivel könnyebb az összes többit egyébként jóvá tenni? Megkérdezem tőle, hogy szoktál-e mosószert használni? Nyilván költői a kérdés. És megkérdezem tőle, a fiam, érted, aki 20 éves, egy supervisor az üzletben,
Ő felteszi a kérdést a barátnőjének, az édesanyjának, hogy ezt és ezt a mosószert miért használja, amikor itt van az MPD. És amikor kell, akkor el tudja magyarázni, hogy miért az MPD-t kellene használni. Gyerekek, döbbenet, ha itt most megkérném, hogy mindenki menjen ki a teremből, aki nem kizárólag az MPD-t használja, mint tisztítószert, akkor nem tudom, kinek beszélnék. Nagyon sok embernek ki kellene mennie. Holott egy 20 éves fiú, aki életében nem mosott még, de számolni tud, ki tudja számolni, hogy mennyivel hatékonyabb és gazdaságosabb az MPD. Erre te is rá tudsz kérdezni. Ha tudnék neked egy olyan tisztítószert ajánlani, amivel gazdaságosabban tudsz mosni, nem rosszabb, ne bántsd a többi cégnek a többi termékét. Ez nem a mi stílusunk. Mondd azt, hogy ha nem rosszabb, mint amit te használsz, és gazdaságosabb, kevesebbe kerül, és esetleg ezért a cégünk, azért, mert te használod, mert próbálod, ezért még neked a cégünk egy bizonyos reklámjutalékot is fizetne, hajlandó lennél-e egy 3 hónapos vagy egy 6 hónapos tesztet végigcsinálni velem? Ez egy HTT tesztkérdés. Tudom, hogy használsz fogkrémet, dezodort, tisztítószert. Van-e annak akadálya, hogy végigcsinálj velem egy 3 hónapos vagy egy 6 hónapos tesztet? Cégünknél csinálnak egy tesztet, olyan termékeket, amiket ma is használsz nap, mint nap. Hagyj kérdezzem meg tőled, használsz folyékony szappant? Használsz fogkrémet? Használsz tisztítószert? És kérdezel, használsz dezodort? Használsz aftershave-et? Kérdezel tőle, nyilván nem azért, és nem addig kérdezed, amíg ő végképp hülyének érzi magát. Nem ez a cél. Az a cél, hogy legalább 3-4-5 terméket, amivel egy minimum rendelésnyi, egy minimum vásárlásnyi összegig eljutunk, ennyit megkérdezel, és meg tudod kérdezni, hogy van-e valami akadálya annak, hogy részt vegyél egy olyan teszten, ahol a cégünk ezekre a termékekre 100%-os elégedettségi garanciát vállal, és hogyha te 3-6 hónapig végigcsinálod ezt a tesztet, akkor én meg tudom neked mutatni, hogy körülbelül mennyit spóroltál vele, mert a termékeknek az árérték aránya hihetetlenül jó, és te pedig nekem ezért cserébe a végén elmondod, hogy mennyire voltál vele elégedett. És hogyha valaki erre rábólint, akkor utána fel lehet neki tenni a kérdést, hogy jó, mivel kezdjük a használatot. Én ilyenkor, amikor mond valami terméket, mosolyogva előveszek egy regisztrációs nyomtatványt, és megkérdezem, hogy oké, rendben van, várj egy picit, hogy írod a neved? És ha mondja, akkor én írom a nevét. Ne arra, hogy nem tudom pontosan a címet. Milyen utca, hány szám is? Írom a utcát és a házszámot. És a végén azt mondom, figyelj, oké, elkezdjük a tesztet. Ehhez azért, hogy neked 21,5%-nyi ár is ne kelljen kifizetni, ehhez én szerzek neked egy disztribútori kártyát, egy ilyen nagy kereskedelmi kártyát, ehhez a kártyához ezt itt írd alá. Nem azt mondjuk, hogy te belépsz. Már benne van. Az egész ország benne van nyakig. Nem azt mondjuk, hogy szeretnék téged regisztrálni. Van-e annak akadálya, hogy tagja legyél egy olyan fogyasztói hálózatnak, ahol egy olyan termékcsaládot, amiről beszéltünk az előbb, olcsóbban tudsz megkapni, és erre 100%-os pénzvisszafizetési garancia van. Mindehhez, mint ahogy és mindig vissza is visszakanyarodok, mert nem lehet eleget elmondani, mindehhez az kell, hogy értelmesen néz ki, mosolyog, fontos, ezt nekem nagyon nehéz volt megtanulni, de mosolyog. A dicsérj, kérdezz, tehát ne te öntsd rá az emberre egyébként az akaratodat, és erre majd mindjárt beszélek, mert a termékről most könnyű volt egy pár dolgot így mondani, de hogy mondtuk, kérdésekkel. Kérdésekkel tudod egyébként elérni azt, hogy rájöjjön, hogy ez a termék, mondjuk éppen vegyük az MPD-t, ez neki gazdaságos. Én az előbb ezt kinyilvánítottam egy kérdéssel. Azzal a kérdéssel, hogyha ezzel te tudnál pénzt megtakarítani, másképp mondtam, ha gazdaságos, ott van a ha gazdaságos lenne ez a termék számodra, akkor részt vennél-e egy tesztben? Ez is egy kérdés. A HTT közben vannak olyan kérdések, amiket érdemes használni.
Eleve, amikor megjelensz ezen a hogyan tovább találkozón, akkor, ahogy megtörtént, túl vagy az első dicséreten, akkor a kérdés az ne egyből arra vonatkozzon, hogy na belépsz, vagy nem lépsz. Az előbb már megbeszéltük amúgy is ezt a belépszet. Hanem kérdezz tőle teljesen normális, civil dolgokat. Sikerült-e átnézni ezt a katalógust? Sikerült-e meghallgatni ezt a CD-t? Ha rám hallgatsz, vagy csak nem is ezzel kezded, mert ez már az lesz, amikor az üzletről beszélsz, hanem ahogy bemész, és ha azt látod, hogy mondjuk utazási képek vannak a falon, akkor kérdezd meg, hogy szeret utazni? Na és merre járt legutóbb? Nyisd ki egy kicsit. Nyisd ki egy kicsit az embert, nyisd ki a másikat. Tudod, amit az előbb mondtam abban a hármasban, szerezd meg a bizalmát ahhoz, hogy tudjatok valami eredményt elérni. És azok után jöhet egy általam legjobban szeretett kérdések egyike, hogy azt kérdezem, hogy te figyelj ide, egyébként gondolkodtál-e azon, hogy mennyi pénzért érnél meg neked ezzel a vállalkozással foglalkozni? Ez már akkor jön ez a kérdés, amikor már úgy gondolod, hogy a vállalkozásról akarsz beszélni ezzel az emberrel. Szeretném leszögezni, mi, akik hálózatépítők vagyunk, mi mindannyian hálózati vezetőket, hálózatépítőket keresünk. De közben nagyon sok vásárlót találunk. Ha ezt nem így csináljuk, akkor miközben hálózatépítőket keresünk, közben nagyon sok halottat csinálunk. És ez nem jó. Hát a halottnál sokkal jobb az élő termékfogyasztó. Ezt bátran merem neked mondani. Én lenyűgözve nézem, ahogy a Vágási Aranka csinál valakiből a vásárlót. Egyszerűen azzal, hogy mosolyogva felteszi azokat a kérdéseit, amikben ő zseniális, azzal az illetőből vásárló lesz. És utána jön az a kérdés, te figyelj, ismersz olyan embert, aki hozzád hasonlóan esetleg részt venne ebben a tesztben, és mondjuk ő is kipróbálná a tisztítószerünket. Szerinted, hogyha mondjuk lenne 5 vásárlód, és ezért te teljesen ingyen kapnád a termékeket, összetudnánk-e hozni alá 5 vásárlót? Ez már a konditermes játék. Te is, hogyha az alatt az 5 ember alatt egyiknek, másiknak felajánlanánk, hogy esetleg neki is legyenek ingyenesen ezek a termékek, akkor szerinted lenne közülük 1 vagy 2, akit ez az ajánlat érdekelne? És hogyha ez a válasz, amit innen jobbról hallottam, hogy persze, akkor ebben az esetben már az üzletről beszéltél. De ha azt mondod neki nagy komolyan, na, csináljuk együtt ezt az üzletet, akkor nem fogja akarni, hát azt se tudja, mi ez az üzlet. Annyit tud róla csak, amit a szomszédja mondott neki annak idején erről az üzletről. Az meg nem volt túl fényes. Hát figyelj, az én szomszédom a mai napig szerintem fogalma nincs, hogy én mit csinálok. Halovány gőze nincs. Amikor azt tudja, hogy forever ezek, akkor azt érti, csak azt nem érti, miből élek. És az ő fejében ez a kettő, ez két különböző dolog. Én azt akarom megértetni az emberekkel, hogy abból élek, amit csinálok. Úgy hívják, hogy Forever Living Products International, együtt dolgozom a világ egyik legjobb cégével. Ennek a cégnek csinálok fogyasztói piacot. Meg kell, hogy értsék az emberek, hogy mivel foglalkozunk. Ez nagyon fontos, mert rá fogsz jönni, hogy az emberek nagy részének fogalma nincs arról, hogy mivel foglalkozunk. Azoknak, akik nemet mondanak az üzletünkre, szoktuk mondani, hogy ennek 4 oka van általában. Nem érti, nem hiszi, nem meri, vagy lusta. Kezdjem hátulról. A lustával nem tudok mit csinálni. Vagy inkább mondjam azt, hogy borzasztóan nehéz vele mit csinálni. Tudni kell, hogy a lusta embert is meg lehet mozdítani, hogyha elég nagy az ígéret, és akkor a benne keletkező vágy esetleg felemeli a fenekét. De nem akarok nagyot ígérni, és nem akarok lusta emberekkel dolgozni. Ez egy fontos dolog. Megint csak újra mondom hátulról, nem érti, nem meri, nem hiszi. Ha nem hiszi, ott egyszerűbb a dolgod, mert egyszerűen csak meg kell mutasd neki, hogy mit tud nyújtani ez az üzlet. Fontos, hagyatkozz mindig a tényekre. Ha te még nem rendelkezel olyan fizetéssel, amit meg tudsz mutatni, akkor esetleg tudsz például hozni a szponzoroddal, de megint csak legyen ott egy tény, legyen ott egy papír például. Nehogy azt hitt, hogy mindenki milliókat akar keresni a Foreverből.
Nagyon sok ember azt szeretné elérni, amit az előbb mondtam, hogy ingyen legyen számára a termék. És ebben az esetben, hogyha ingyen van számára a termék, ő végtelenül elégedett. És abban a helyzetben, ha megmutatod neki, hogy hogyan tud másnak is ingyen lenni, és még pénzt is keres, akkor több, mint elégedett lesz. Maradj ott azoknál a számoknál, amit például ő mond. Tehát, ha feltetted azt a kérdést, hogy mennyi pénzért érné meg neked ezzel foglalkozni, és azt mondja, hogy 50 ezer, vagy 100 ezer, vagy 200 ezer, akkor ehhez mutasd meg az utat. Ehhez mutasd meg az utat. Erről nem sokára fogok beszélni. A nem hiszinél mutas tényeket, olyan tényeket, amit ő képes befogadni. Nem meri, ott általában arról van szó, hogy ő cikinek tartja. Ő nem meri a barátainak ezt megmutatni. Elég nehéz ebből kimozdítani, mert ha csak mondod neki, hogy ú, figyelj, ez annyira jó, meg annyira jó, ez nem lesz neki elég. Őt is, egyébként az összes többit is, el kell vinni egy rendezvényre. Erről fogok beszélni, ez a következő lépés. Ha nem érti, hát ott a legegyszerűbb a dolgod, ott egyszerűen le kell vezesd, hogy melyik része az, amivel gondod van, melyik részét nem érti. Az egyedüli baj, hogy az emberek nem azt mondják ki, ami a valódi ok. Tehát nem fogsz egyből rájönni, hogy nem érti, nem hiszi, nem meri, vagy lusta, nem fogsz egyből rájönni, mert a lusta elkezd okoskodni, hogy mert ezt már mindenki csinálja, aztán utána azt fogja mondani, hogy szerintem ez nem érdekel senkit, meg azt fogja mondani, hogy. És ezeket kell szépen, mint a hagyma héját, így lefejtsd. Ahogy a Sanyi mondta, el kell tudni menned a kifogások között, mint az őserdőben széthajtani a leveleket, és megkérdezni, oké, értem, van-e ezen kívül bármi más, ami esetleg akadályoz? De mindezeknél, az összes válasznál, az összes kifogás kezelésnél többet ér két dolog. Az egyik, hogy kerüld el a kifogásokat, a másik, hogy hívd el egy rendezvényre. Ha elhívod egy rendezvényre, az esetek nagy többségében már nem lesznek kifogásai. Hát ő önmaga tele kétséggel, tele kifogással eljön egy rendezvényre, és lát olyan embereket, akiknek hasonló lehet a mindennapja, mint az övé, és lát közöttük sikereseket. Na, ehhez viszont meg kell tanuld felépíteni a rendezvényt. Ígértem az előbb, hogy visszamegyünk ahhoz a gondolatmenethez, hogy mennyi pénzért érné meg neked ezzel a vállalkozással foglalkozni. Emberek különböző számokat mondanak. Addig, amíg te nem tudod, hogy körülbelül mi az ő realitás érzéke, addig nehezen fogsz tudni neki igazán jó tanácsokat adni, mert bele tudsz ütközni abba, amit az előbb is mondtam, hogy például nem hiszi. A tapasztalatom szerint az átlag ember valahol 50 és 200 ezer forint közé teszi azt az összeget, amire azt mondja, hogy ezzel már ő elégedett lenne, hogyha a Foreverből keresne. Na most ehhez én felszoktam tenni a következő kérdést. Oké, tehát ha jól értem, mondjuk 100 ezer forint az, amennyit ha te keresnél ebből a vállalkozásból, ha én most biztosítani tudnálak arról, hogy ezt meg lehet keresni, akkor téged érdekelne ez a vállalkozás. És ha azt mondja, hogy igen, akkor megkérdezem tőle, hogy jól értem, tehát érdekel az, akkor menjünk végig azon, hogy mit kell ezért csinálni, igaz? Figyelj, én papírral tudom bizonyítani, supervisorként, akár a fiamat, ha nézzük, akár engem, hogyha nézünk, annak idejéntre 100 ezer forintot meg lehet keresni. Ehhez mit kell tenni? Én előveszek ilyenkor egy papírt, abból a meggyőződésből, hogy elmondta, hogy mit szeretne elérni, és levezetem neki, mit kell ezért csinálni. Egyébként csak súgva mondom, ha valaki 200 ezeret mond, vagy 500 ezeret mond, én akkor is supervisorre vezetem le. Az egy olyan szint, amit meg lehet érteni, csak legfeljebb azt mondom, na ebből kell neked kettő. Vagy ebből kell neked három. Meg kell találjunk három olyan embert, aki képes ezt megcsinálni, amit te is. Mi kell a supervisor üzlethez? Én felírom. Tehát egyes pont cél, 100 ezer forint, nem egyenlőségjel, nem, körülbelüljel. Körülbelül az én tapasztalatom szerint, amit én papírral tudok mutatni és bizonyítani, az körülbelül 100 ezer forint. Ettől extrém esetben lehet eltérő felfelé és lefelé is, körülbelül. És leírom, hogy figyelj, tapasztalatom szerint ehhez kell körülbelül 10-15 regisztrált fogyasztó. Ehhez lehet, hogy neked csak 5 lesz, és ebből az 5-ből fog kikerülni még az a másik pár ember, akinek lesz ez a pár embere.
És akkor végigmegyek ezen az ötön. Te van-e akadálya annak, hogy mondjuk neked ingyenessé tegyük a terméket? És ugyanott tartunk, ahol az előbb tartottunk. Ez nem egy ördöngös dolog. De egy dolgot tudni kell, hogy ha nem csináljuk, nem lesz eredmény. Tehát nem megy az, hogy kiosztjuk az infoanyagot, nem megyünk érte, nem írjuk fel az embert a függő ügyek listájára, mert van olyan, hogy nem megyünk érte, nem jön el, megegyeztünk egy időpontban nálam, vagy nála, vagy egy semleges helyen, nem jött el, és ha te ezt elfelejted, akkor valaki le fogja aratni helyetted, ahogy az elején mondtam. Nem, ilyenkor van egy úgynevezett függő ügyek listája. Beírod, hogy Gipsz Jakabnál van egy infoanyag, ekkor is ekkora beszéltük meg a találkozót, ez nem sikerült, tehát fel kell hívni, és megbeszélni vele egy újabb találkozót. Fontos, hogy a hogyan tovább találkozó maximum 72 óra után, tehát a bemutató után maximum 72 órával megtörténjen. Azt szoktuk mondani, hogy a hogyan tovább találkozó az olyan, mint a tejszínhab, hogy 24-48 óra a szavatosság ideje. Most nem erről a műanyagról beszélek, amit felrázol, kifújsz, és utána összeesik, és néz ki magából, hogy most mi vagyok én, tejszínhab. Nem, nem erről beszélek, mert az nem tejszínhab eleve. Hanem arról beszélek, hogy 48 óra elteltével, de újra mondom, legkésőbb 72 óra elteltével kezdheted előről. Eddig szavatos az, amit csináltál. Eddig szavatos ez a mai rendezvény is. Barátom, hogyha 72 órán belül te ezt nem kezded el munkává átfordítani, akkor olyan, mintha itt se lettél volna. Most még azt gondolod, hogy nem így van, de majd nézzük meg ezt 101 néhány óra múlva. Már nem fogsz emlékezni a Lapis Tibinek kiváló előadására, már nem fogsz emlékezni arra, hogy Nyíri Zoli mit mondott, hogyan kell az anyagokkal bánni, már nem fogsz emlékezni arra, hogy a Tóth Sanyinak milyen zseniális előadása volt a bemutatók tartásáról, már nem fogsz emlékezni arra, hogy ma este milyen jót beszélgettél a Berkics Mikivel, eltelik 5 nap, és te már egészen máshol jársz. Tehát a hogyan tovább találkozót is meg kell csináld 72 órán belül. De ez egy folyamat. Nem úgy van, hogy a hogyan tovább találkozóval vége van. Nem. Jó esetben a hogyan tovább találkozón ugye háromféle dolog fordulhat elő. Az egyik, hogy terméket vásárol. A másik, hogy már most megbeszélitek, hogy ebből lesz üzlet, tehát konkrétan kiderül, hogy egy üzleti partnerről van szó. A harmadik, hogy még egyik sem. Hozzáteszem, hogy még. Mert úgy gondolkozz erről, hogy mindennel kell, hogy legyen egy célod. A hogyan tovább találkozóval is. Most őszintén gondold végig azt a gondolatmenetet, hogyha ez az egyetlen egy hogyan tovább találkozótól függne bármi az életedben, ami fontos, akkor tudnád-e azt sikerre vinni? Ha a gyereked érettségie függne tőle, ha az édesanyád gyógyulása függne tőle, ha a te gazdagságod függne tőle, attól az egyetlen egy találkozótól, abban az esetben te sikerre tudnád-e vinni. És itt nevezzük a sikert kizárólag annak, hogy valaki aláírta a regisztrációs papírt, és minimum egy 55 euró plusz áfáért NDP vásárolt. Jelentkezzen az, aki úgy érzi, hogy ha ettől függne a sorsa jobbra fordulása, akkor nem lenne képes bárki, akit eléviszek, bárkit pozitívan zárni. Nincs ilyen közöttetek, barátaim, senki nem jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy ha minden egyes találkozónak így mennél neki, akkor a te eredményed 100% lenne. 100% lenne. Na most ez az, amit az előbb elhitted, most amikor azt mondom, hogy 100% lenne, ezt már nem hiszed el. Tehát itt már megint nekem is vigyázni kell. Pedig ha egyből tudsz egyet, ez 100%. Tudom, hogy a statisztika az egy fura játék. Tudod, ismered a statisztikát, hogy a faluban élnek 4-en, 2-en 80 évesek, 2-en meg 2 évesek, így az átlag életkor 41 év, tehát mindenki nemzőképes. Ez a statisztika. Na most tudom, hogy egyből egyet te tudsz csinálni, akkor te 100%-os hatékonysággal tudsz dolgozni. Ha ez 10-ből 10, az már statisztika inkább. Ha 100-ből 100, az lenne az igazi statisztika. De erről tudjuk jól, és ne bánkodj, tudjuk jól, hogy a statisztika szerint ezt nem fogod tudni így csinálni. De milyen érdekes az élet? Ha ettől függne valami, akkor képes lennél így csinálni.
Mi lenne, hogyha minden egyes HTT-re így mennél el? Mi lenne, hogyha végig gondolnád, hogy na erre az emberre nekem szükségem van, ez az ember bent lesz a rendszerben. Mi lenne, hogyha így mennél neki ennek a bemutatónak? Ugyanis nem láttam még olyan embert, aki, ha jó az attitűdöd, akkor azt mondaná neked, hogy ez hülyeség. Nekem senki nem mondja azt, hogy ez a vállalkozás, ez hülyeség. Senki. Lehet, hogy neked mondják, nem tudom, akkor vizsgáld meg az attitűdöt, vizsgáld meg azt az 55%-ot, meg azt a 35%-ot, és azt, ami kisugárzik belőled, mert ott valami baj van. Ott vajon te megfelelően képviseled-e ezt az üzletet? Mondhatod, hogy persze könnyű, hogy nekem nem mondanak nemet, mert én ebből sokat keresek. Szerinted elejétől fogva sokat keresek? Nyilvánvalóan nem. Javaslom neked, hogy vedd fel azt az attitűdöt, hogy tudd, hogy te ebből a vállalkozásból, ha te leszel egy Tóth Sanyi, egy Vágási Aranka, egy Lapisz Tibi, egy Berkics Miki, hogy akkor te ebből mennyit fogsz keresni. Abban az esetben mit mondanál valakinek, hogyha azt mondaná neked, hogy ez egy hülyeség? Amit most gondolsz, hogy mit mondanál, addigra már nem azt fogod mondani, mert nekem is megvolt, hogy mit mondanék. Aztán az elején egy ideig mondtam is, és azzal nem voltam túl sikeres. Úgyhogy egyszerűbb volt felvenni azt az attitűdöt, amikor már az embernek nem mondják. Ha te mosolyogva, kőkeményen kiállsz emellett az üzlet mellett, emellett a termékcsalád mellett, nem lesz, aki neked ezt a céget, ezt a termékcsaládot, ezt a vállalkozást bántsa. Hogy jönne hozzá? Most őszintén, hogy jönne hozzá egy magyar átlagember, hogy egy olyan céget, aminek 3 milliárd dollár az éves forgalma, egy olyan céget, ami több mint 150 országban van jelen, mindenféle engedélynek és mindenféle bizonyítványnak a birtokában van, hogy lehet egy ilyen céget bántani? Na de barátom, ezt előbb neked képviselni kell. Tehát lehet, hogy nálad akkor az a menete a dolognak, ha te ezt nem tudod így képviselni, nem látszik még rajtad, hát akkor mondd el. Akkor a HTT-t kezd azzal, amikor már arra a részre jutsz, hogy az üzletről kezdtek beszélni, hogy ezeket a tényeket végig sorolod. De nem úgy, hogy figyelj, öregem, 151 néhány országban ilyen jó termékek, erre nem lehet nemet mondani. Nem így, hanem hogy értetted-e azt, hogy ez a cég legalább olyan ismert és elismert a maga nemében, mint mondjuk a mi cégünk több országban van jelen. Értetted-e ezt? És látni fogod rajta, hogy egyébként nem értettem, még kikerekedik a szembe. Igen? Igen. Igen, értettem. Na, igen. Értetted-e azt, hogy ennek a termékcsaládnak szerte a világon több tízmillió fogyasztója van? Figyelj, nem lehet valamire azt mondani, hogy hülyeség, amit több millióan, több tízmillióan használnak. Értetted-e azt, hogy az igényes vásárlóknak mindegyikének valamelyik termékünk, de több is ott van a fürdőszobájában? És mosolyogsz. Az igényes vásárlóknak. Mert az igényes vásárlóknak tényleg ott van. Ez megint egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ezeket a kérdéseket teszed fel, akkor kvázi addig, amíg nincs meg az igazi attitűdöd hozzá, addig ezekkel a kérdésekkel te bizonyossá tudod tenni a másik felet arról, hogy amit kínálsz, az jó. Abban az esetben, hogyha jól csinálod a munkád, de hát nyilván ez egy nagyon fontos, hogy ha jól csinálod a munkád, akkor ezekkel a kifogásokkal, hogy ez hülyeség, meg ilyenek, ezekkel már nem fogsz találkozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy HTT-re dobozzal menj. Nem lehet úgy elmenni a HTT-re, hogy nincs nálad semmi, se termék, se doboz, se egy újabb CD, tehát semmi, mert akkor milyen eredményt vársz? A semminek semmi az eredménye. A Gidófalvi Attila szokta elmondani, hogy ha nem dobozzal mész, akkor minek mész? Mi a célunk? Az a célunk, hogy valaki hálózatépítő legyen, igaz?
Ehhez egyébként szívem szerint azt mondanám, ne egy dobozzal menj, hanem kettővel, mert egy hálózat építőnek kettő dobozra van szüksége. Nekem is volt a minap egy barátom, akivel leültem, és amikor arra került a sor, hogy megkérdezte, hogy figyelj, és mi nálatok az indulás, mi a befektetés, annyira ott volt a számon a Mikinek a gondolatmenete, hogy business pakkal indulj, tehát 25 pont, de aztán valahogy lejjebb vettem ebből, és azt mondtam, figyelj, két touch. Tehát két olyan doboz, amiből az egyik a tiéd, a másikat pedig tudjuk használni arra, hogy ha valakit érdekel ez a vállalkozás, akkor egyből oda tudjuk neki adni. Legyen egy ilyen mobil dobozod. Ha valaki egy touch-sal indul, akkor az azt jelenti, hogy megvette magának a termékeket. Ugye? Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ezzel nagyon szűz kislányként bánunk ezzel a doboz témával. Még magával az egy touch-sal is. Ugye? Hányan és hányan gondoljuk azt, hogy az üzlet ott kezdődik, hogy majd gyűjtögetünk. Ez nem az üzlet, ez az őskor. Ott volt gyűjtögetés, halászat, vadászat. Nem szeretek gyűjtögetni, és nem szeretek gyűjtögettetni. Én kaptam már erre kritikát, de én azt szoktam mondani, hogy figyelj, van-e valami akadálya annak, van-e egy anyagi akadálya annak, hogy egy ilyen dobozt megvásárolj. Esetleg hozzátehetel azt, hogy van-e megoldhatatlan anyagi akadálya annak, hogy ezt a dobozt megvásárold. Megmondom, miért fontos ez. Azért, mert ha ezt kérdezed, akkor gondolkodik rajta. Ha azt mondja, hogy figyelj, ez most teljességgel lehetetlen, ezt fogod rajta látni egyébként, hogy most igazat mond-e vagy nem. Ha ez teljességgel lehetetlen, én még teszek egy próbát. Hogy tehát, ha jól értem, igazából érdekelne a vállalkozás, meg érdekelne is ez a doboz, csak anyagilag nem engedheted meg magadnak, igaz? Erre általában erre szoktak úgymond igennel válaszolni. Én azt szoktam mondani, hogy figyelj, ha találnánk egy módot arra, hogy összeszedjünk rá megfelelő mennyiségű pénzt erre a 400 eurós dobozra, abban az esetben érdekelne? És elmondom, tudod, emlékszel, a bemutatón elhangzott, hogy ha valakinek ilyenje van, onnantól kezdve egy életen keresztül még 21,5%-kal olcsóbban jut a termékekhez. Tehát ez neked egyből egy komoly hasznot jelent. Emlékszel-e, hogy ebben a dobozban jelentős mennyiségű ingyen termék van a számotokra? Mert hogy annyival adja olcsóbban a cég ebben a dobozban a termékeket, hogy a te családi felhasználásod gyakorlatilag ingyen van. Ennek tükrében, ha meg tudnánk oldani, hogy legyen rá pénzed, ilyen dobozzal indulnál? Ez sok ember elgondolkodik rajta. Barátom, sok ember elgondolkodik rajta. Figyelj ide, ha azt mondanád, tudod, van régen tanítottunk olyasmiket, hogy letesszük a Mercedesnek a kulcsát, vagy a BMW-nek a kulcsát az asztalra, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, ha ezt az autót neked adnám, mondjuk 400 euróért plusz áfa, akkor tudnál szerezni pénzt? Jön a válasz 5 perc alatt. Én ezt tudom. Mindannyian tudjuk. Mindannyian tudjuk. Csak az a nagy helyzet, hogy ezzel már nem tudunk érvelni, meg nem kellene ezzel érveljünk, mert mi nem meggyőzni akarjuk az embert. A meggyőzni az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy legyőzni. És egy olyan ember, akit legyőztünk, az nem szívesen dolgozik majd velünk. Egy olyan ember, akinek mentőövet dobtunk, akinek szolgáltattunk, akit szolgáltunk, az sokkal szívesebben dolgozik velünk. Én hajlandó vagyok elfogadni a problémáját. Nem azt mondom neki, hogy figyelj, fiam, barátom, ne hülyéskedjél már, most is ott lóg a szádban a cigaretta, meg engem is Coca-Colával kínáltál, nem mond nekem, hogy nincs 400 euród egy ilyen dobozra. Mert én régen nagyjából ezt mondtam. Hogy figyelj, öregem, van HBO? Van. Na ugye? Most ez nem a hálózatépítés legjobb formája, hanem én hajlandó vagyok belehelyezkedni az ő bőrébe, hajlandó vagyok empatikus lenni, de keresem a megoldást. A Berkics Mikitől tanultam, hogy nem lehetsz annyira önző, hogy valakinek ne akarj dobozt eladni. Nem lehetsz annyira önző, és ne nevessetek, könyörgöm, még mindig nem értitek. Ha nevetsz rajta, még mindig nem érted, hogy nem lehetsz annyira önző, hogy valakinek nem akarsz a zsebébe tenni 30 ezer, 40 ezer forintot ingyen termékben. Hogy nem akarod elérni, hogy ő az első pillanattól kezdve 21,5%-kal olcsóbban vásároljon. Hogy nem akarod elérni azt, hogyha neki van egy üzleti partnere, kettő vagy három,
akkor ne csak azt a 21,5%-ot keresse meg, hanem még azt a plusz 5%-ot is, ráadásul azt is a kiskerárból. Akard elérni ezt? Ha te nevetsz ezen, és félre ne, és ne haragudj meg, hogy ha ezt mondom, én elfogadom, hogy azért nevettél, mert oly humoros voltam, hogy téged ez megkacagtatott, de ne add meg az esélyt magadnak, hogy ne értsd meg, hogy miért kéne dobozzal indulnia. Kettővel. És már nem mersz nevetni. Kettővel, mert egyik a tied, a másik meg a munkaeszközöd. Én el szoktam mondani, te figyelj ide, ezt a dobozt, ha megvetted, innentől kezdve 21,5%-kal olcsóbban vásárolsz. Nem fogod elhinni már a következő dobozt is. Mekkora előny? De most komolyan. Én el szoktam mondani, figyelj, ha vállalkozó vagy, leírhatod költségként, visszaigényelheted az áfáját. Abban az esetben van vége egy ilyen hogyan tovább találkozónak, hogyha megbeszélsz vele egy újabb időpontot. Tehát nem azzal van vége, hogy aláírta a papírt, és te eladtál neki valamit, hanem azzal van vége, hogy ha aláírta a papírt, és eladtál neki valamit, akkor megbeszéled, hogy mikor szállítod neki a terméket. Megbeszéled, hogy mikor találkoztok. Ha azt mondj, ha még nem jutottál a végére, hogyan tovább találkozónak, tehát nincs eredménye, akkor is megbeszélsz vele egy újabb találkozót. Odaadsz neki egy másik DVD-t, egy másik CD-t, azt mondod neki, hogy figyelj, látom, hogy van még egy-két olyan dolog, ami esetleg érdekes lehet számodra, ezért én hoztam neked egy ilyen is, egy ilyen CD-t, vagy ilyen is, ilyen DVD-t. Hallgass meg, ezzel megint csak zseniális dolgok lesznek. Ezt meddig csináljuk? Ha nincs eredmény, tehát ha nem tudtunk pozitívan zárni, ha nem tudtunk egy regisztrációs nyomtatványt aláíratni vele, abban az esetben ezt addig csináljuk, amíg a jelölt hajlandó rá. Mindaddig, amíg hajlandó rá. Az igazi zárása a HTT-nek az, hogy egy következő rendezvényre meghívod, és egy konkrét igennel távozol. Én, hogyha valakivel mondjuk megbeszéljük azt, hogy milyen terméket vásárol, megvan a regisztráció, én azt szoktam neki mondani, hogy gyere el csütörtökön Miskolcon az ITC-be, ott oda tudom adni a terméket. Ja, ráadásul mekkora szerencséd van, egy ilyen és egy ilyen üzleti előadás lesz, és a táplálék kiegészítőinkről és a termékeinkről pedig egy ilyen és egy ilyen doktornő fog előadást tartani. Zseniális lesz. Építsd fel, tudd személyre szabottan, hogy ki lesz annak a következő rendezvénynek az előadója, mert könnyebben építesz fel egy szemét, mint önmagában egy rendezvényt. Könnyebben tudod megtenni. Egyszer azt mondta, hogy minden meghívásnak legyen egy személyes, egy speciális oka. Könnyebben tudsz speciális okot mondani, hogyha a személyre hívsz meg. Ugyanis, hogyha egy nyilvános bemutatóra hívod meg, és ezt minden héten megteszed, egy idő után már ugrik a lemez. Ellenben, hogyha a nyilvános bemutatón egy bizonyos személyre hívod meg, akkor könnyebben fogod tudni elhívni. Minden egyes ilyen hogyan tovább találkozónak a vége az, hogy megbeszélünk egy olyan rendezvényen való találkozást, ami a legközelebbi rendezvény. Én nagyon sokszor a hogyan tovább találkozón is, de még a bemutatón is elhagyok konkrét dolgokat. És azt mondom, hogy figyelj, azért nem beszélek neked a termékekről, mert egy olyan kiváló orvosi előadás lesz az ITC-ben este délután 6-tól csütörtökön. Nyilván minden városban, minden nagyobb városban vannak nyilvános bemutatók, és kiki a saját városában, vagy a hozzá közeli nyilvános bemutatónak az időpontját használja ilyenkor. De én azt szoktam mondani, hogy azért nem beszélek konkrétan a termékekről, mert olyan módon, ahogy ez a doktornő fog tudni róla beszélni, olyan módon én repülőmérnökként biztosan nem tudnék. Ha bármilyen gondolatod, kérdésed lehet a termékekkel kapcsolatban, azt gondolom, ez a csütörtök lesz a legmegfelelőbb alkalom, ahol te ezeket a kérdéseket felteheted. Ha rám hallgatsz, a pároddal jössz. Nagyon fontos dolog, hogy sok esetben azért sikertelen egy zárás, egy hogyan tovább találkozó, mert nem a döntéshozóval beszélsz. Nógrádi Bence erre azt mondja, hogy ha kiderül, hogy nem a döntéshozóval beszélsz, akkor ne fecsérj el tovább az idődet. Nincs miről beszélni, mert ő akkor sem fog döntést hozni, mert esetleg nincs felhatalmazása családilag arra, hogy döntsön akár egy 25 ezer forintos tételről. Én nem azt mondom, hogy akkor fuss, hanem azt mondom, hogy akkor beszéld meg vele, hogy hogyan tudja elhozni a párját a következő rendezvényre.
Sokan szokták azt mondani, hogy hát ez, az én férjem olyan helyekre nem jár. Ez azt jelenti, hogy még mindig nem értette meg, hogy miről beszélünk olyan helyekre. És én megkérdezem tőle, hogy figyelj, te eljössz? És hogyha ő azt mondja, hogy igen, akkor azt mondom, figyelj, szerinted mennyire nehéz neked elhozni a párodat? Persze vannak azok a sztereotípiák, hogy mondjuk egy nőnek meggyőzni egy férfit bármiről, az 15 perc. Egy férfinek meggyőzni egy nőt bármiről, hetek kérdése, de itt hallottam, hogy egy élet. Hát attól függ, miről akarod meggyőzni. Úgy látszik, hogy te nagyon nagy fába vágod a fejszét. Szinte bármelyik nőt meg lehet győzni, mondjuk nagyjából egy hét vagy egy hónap alatt, szintén bármiről. A különbség a kettő között az, hogy míg bennünket ugye 15 percen belül meg lehet győzni valamiről, általában bizonyos helyzetekben, jó időben feltett kérdéssel, de egy nőt meggyőzni valamiről, az azért kerül nagyon sok időbe, mert nem csak sok időben, hanem sok pénzbe is kerül. És bizonyos helyekre elmenni vele, olyan helyekre, ahol ő szeret lenni, amik nem azok a helyek, ahol mi szeretünk lenni. Mert foci meccsre ne vidd a csajt. Vidd el a plázába. Hagyd ne adjak tippeket. Azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudjátok. De én azt szoktam mondani, hogy figyelj, egy jó kapcsolatban, ha te felteszel egy kérést a másik fél felé, akkor azt a kérést akceptálják. Nem akarok házassági tanácsokat adni, de ott, ahol egy férj vagy egy feleség nem teheti meg azt, hogy azt mondja a párjának, hogy drágám, megyek csütörtökön az ITC-be, szeretnék meghallgatni egy előadást, érdekel a véleményed, kérlek, kísérj el. Ha erre nemet kapsz, keresd fel a vállóperes ügyvédedet. És tudom, hogy ezen most jót kacagunk, de ha nem most, 10 éven belül úgyis felkeresed. És ezzel ez a baj. Hogy barátaim, elmegyünk egymás mellett, hát hogy fordulhat az elő, hogy az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy nem. Tehát kérlek szépen, drágám, és erre ez a válasz, hogy nem. Nekem mondanak olyat, hogy az én férjem úgyis azt mondaná, hogy nem. És mondom, ha ezt így megmondanád neki, ő akkor is azt mondaná, hogy nem. És miért nem mondod te azt, hogy nem? Ezt én nem nagyon értem. Mindegy. Ha ott van a párban, kettessével, ha ott vannak egy rendezvényen, jelentősen nő az esélye annak, hogy ez a hogyan tovább találkozó ténylegesen jól fog zárulni. Én hogyan tovább találkozónak használom a nyilvános bemutatót nagyon sokszor. Ugyanis nincs időm, sajnos nincs elég időm arra, mert a családomtól kellene elvenni, mert esetleg több fronton vagy több lábban dolgozom, mint te, ezért nincs időm arra, hogy mindenkit egyenként felkeressek. Eleve azt mondom neked, hogy a családi bemutató után, ahogy a Sanyi is mondta a CD-jén, nézd ki azt az 1-2, maximum 3 embert, szerintem többre nem lesz energiád, aki a legcsillogóbb szemű volt, aki a legjobb arc volt, akivel amikor beszélgették, kiderült, hogy leginkább úgymond alkalmas. Az alkalmas az nem tudom, hogy tudjátok, hogy milyen kategória. Az egy olyan kategória, hogy értelmes, jó gondolkodású, nem fiatal, de fiatalos, általában párok, általában nem olyanok, akiknek szüksége van az üzletre, tehát nem munkanélküliek, nem alacsony jövedelműek, hanem olyanok, akik eddig is letettek már valamit az asztalra. Na, ezek az úgymond alkalmasabbak, viszont ezek a nehezebbek is. Ezért azt mondom, hogy te menj el hozzájuk, és ne a házigazda. Viszont a házigazdát küld el Gizikéhez, akinél azt kell eldönteni, hogy a gélt vagy a berit szeretné-e inkább fogyasztani. Arra nem te kell lesz. Én sokszor hívom őket HTT-re, magára a nyilvános bemutatóra, és ha nem sikerül, ezért hagyok ki a bemutatón sokszor egy-egy olyan részt, például a terméket, nem az egészet, hanem bizonyos részeket belőle, és azért hívom a bemutatóra, mert tudom, hogy az embereknek a fejében nagyobb döntések bemutatón születnek. Általában nem egy 4 szem közti HTT-n dönti el valaki, hogy ő ezt csinálni akarja. Általában nem egy presszóban, egy kávé mellett dől el, hogy ebből ő egy nagy vállalkozást fel fog építeni. Ha mégis, akkor nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy ő ott mond valamit, de ő se tudta, hogy mit mond. Egy bemutatón, úgy értem, egy nyilvános bemutatón, egy ilyen szintű rendezvényen, egy sikernapon, ott születhetnek döntések. Na
Na, oda elhívom, és mindegy, hogy hol tartunk a HTT-ben, mindegy, hogy hanyadik HTT-n vagyunk túl, mindegy, hogy hanyadik beszélgetésen vagyunk túl, a következő rendezvényre így is, úgy is hívom. Ha egyetlen egy dologban mindenképpen következetes akarsz lenni, nyilván sok mindenben kéne, de ha egyben nagyon, akkor az az legyen, hogy a rendezvényre hívod az embereket. Csuka Gyuri barátom azt szokta mondani egy előadás zárásaként mindig, hogy ha az emberek, ha 10 parancsolatból legalább 2-t betartanának, mindegy, hogy melyik 2-t, akkor jobb lenne a világ. Most ugyanez a helyzet. Ha egyet betartanál, de nem mindegy, hogy melyik egyet, hívd a rendezvényre. Ha mindenben rossz vagy, de a rendezvény promózásában jó leszel, lehetsz eredményes. Lehet nagy üzleted. Ráadásul, ha te is ott vagy a rendezvényen, akkor még az a csúfság fog veled történni, hogy te is megtanulod ezt a szakmát. Mert ott tanítják, és ott fogod látni az embereken, hogy mit csinálnak. A HTT-nek úgymond soha nincs vége. Mert van egy újabb, lehet egy ilyen rendezvény után HTT, mert azt is nevezzem ennek, konzultációnak is hívhatjuk, de hogyan tovább találkozó, benne van a nevében, hogyan tovább. Ha itt valakinek álmai születnek, akkor 72 órán belül ezt is munkára kell váltani. 72 órán belül ezt is végig kell beszélni, hogy hogyan lesz ebből eredmény. Ha valaki neked itt azt mondja, hogy én egy nyárig menedzser leszek, ha itt ezt mondja, akkor beszéld meg vele, hogy hétfőn vagy kedden találkoztok, és megbeszéltek, hogy hogyan lesz menedzser. A HTT-nek, hogyha jól sikerült, akkor az a vége, hogy kitöltöttetek egy regisztrációs lapot, vásárolt terméket, megbeszéltétek a következő találkozót, és nyilván, hogyha extra jó a vége, akkor megbeszéltétek, hogy milyen üzleti szintre fog, vagy szeretne jutni, és ezért mit kell tenni. Az, hogy innentől kezdve mi a munka, azt úgyis fogjátok még különböző CD-ken hallani. Én azt hiszem, megint csak a Csuka Gyuri barátom szavaival élve, hogy az üzletnek vannak lépései, ha ebből 2-t jól csinálsz, mondanám, hogy mindegy, hogy melyik 2-t, de hagyd legyek egy kicsit elfogult, és abból az egyik a HTT, akkor jobb lesz az üzleted, ez biztos. Köszönöm, megtiszteltél a figyelmeddel.